barátom Süli Józsi mellett, akinek hatalmas egy munkája volt abban, hogy ezek a srácok ilyen téren teljesítettek ma este folyamán. Józsi, hogy értékeled őket? Hát ahhoz képest, hogy igazából másfél hónapunk volt a felkészülésre, megmondom őszintén, hogy kihoztunk mindent, amit lehetett. 100%-ig ugye nem sikerültünk kihozni, mert ugye első meccsen azért hatalmas nyomás van az emberen, és hát rengeteget hibáztunk, de hát a Jóisten mellettünk volt, és hát ugye a srácok is, hála Jóistennek, fizikálisan végigbírták az egészet. Ronald Laci meccséhez mit szólsz? Hát ő várató volt, ő alapvetően ilyen beállítottság, ő általában az első menetben szokott megnyerni minden. Hát ez most megint csak bejött biztos módon, neki szaladt az ellenfélnek, és be is fejeztük ugye. A judó bajnok. Igen, akármilyen bajnok, és hogyha valakire rárohannak, az teljesen mindegy, hogy nem volt ideje neki gondolkodni, hogy mi történik. Daninak, én megmondom őszintén, hogy Danika nagyon felkészült, úgyhogy én várok tőle egy jó feszítést újra. Jó, hát akkor mindenképpen közösségre köszönöm a munkáját.